Tegnap elsőként engedte el a rendőrség az internetadó elleni első tüntetésen őrizetbe vett Rózsa Milánt. Az ügyészség utasította erre a rendőrséget, mert nem voltak ellene bizonyítékok. Eredetileg azzal gyanúsították, hogy dobálta a Fidesz székházat és másokat is erre buzdított. Rózsa azt állítja, nem dobált, éppen hogy megakadályozni akarta a dobálást. Rózsa Milán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a nézőket! Hogyha ez ilyen egyszerű ez a helyzet, hogy valaki dobált, vagy pedig valaki odamegy és azt mondja, hogy gyerekek, ne dobáljatok, ez 72 óra kell ahhoz, hogy ez kiderüljön, miközben számtalan kamerafelvétel van, hangfelvétel van, tehát vissza lehet pörgetni az eseményeket. Persze. Mi tartott ennyi ideig? Én azt mondom, hogy igazából, hogy ez a 72 óra ez olyan, hogy ha akarják, akkor ott tarthatnak, ha akarnak, akkor előbb is elengedhetnek. Egyértelműen nekik most így az volt a céljuk, hogy minél tovább tartsanak benne. A nyomozati szakaszt már lezárták, gyorsodat eljárást akartak. Az végül is nem. Tehát... Nem lett, persze, de hogy ezt is akarták, szóval azért így eléggé pörgették az eseményeket. Az, hogy engem miért vettek őrizetben, nem vagyok azért annyira meglepődve, főleg így a bizonyítékokat látva, hogy van egy térfigyelő kamera, még csak engem figyelt, így folyamatosan követett és hasonló. Meg hát persze azért nekem már így van úgymond történelme, amit a Fidesz székházal, így nem is egyszer voltam már arra felé. Sándor Palota felé is Sándor volt. Sándor Palota is volt már minden miniszter. Van valami is vonzalom így az épületek erkélye iránt? Hát ezek ilyen szimbolikus helyszínek ilyenkor, amikor valami ellen tiltakozunk, és ugye ezzel az elmúlt időszakban mondhatom azt, hogy az elkeseredettség indokolta azt, hogy olyan tiltakozási formákat válasszunk, amik egy kicsit úgymond a polgári engedetlenség határát azért is súrolják, tehát akár egy mondjuk egy erkélyfelmászás, vagy ilyen zászló elvétel és hasonlók. Én mindig is az erőszakmentes tiltakozási formákat támogattam, de azt, hogy ami történt ott a Fidesz székháznál, és amivel engem is vádoltak, hogy ott számítógépes alkatrészekkel ott megdobálták a székházat és rongolták, én teljes mértékben megértem. Ez egy jogos díj volt így a tömegtől. Hogy a tömeget érti meg? Igen, én ezt teljes mértékben értem, ez egy borítékolható volt. Tehát, hogy ez már ilyen, tényleg, hogy a Karesz is mondta, ilyen utolsó csepp a pohárban volt ezen a dolog, mert ez már annyira mindenkit érint, és az, hogy az emberek így a több tízezres tömeg a Hősök tere után, és egy rész egy átment a Lendvai utcába, én nem voltam egyáltalán meglepődve. Jobban örültem volna, hogyha ez nem történik meg, és pont azért, mert most ugye a Fidesz ezt használja fel, hogy elterelje a figyelmet erről a netadóról. Ugye engem is, ezért is bánom, hogy én felmentem arra az erkélyre, mert most ugye engem is nagyon könnyen fel tudnak használni az én úgymond történelmem miatt, hogy miket csinálunk. Hát meg politikai hovatartozása miatt is. Igen, tehát ön a bizonyíték, hogy itt politikai aktivisták rajcsúroztak vasárnap este. Igen, hát azért is sajnálom, hogy felmásztam, mert most így próbálják elterelni a figyelmet, hitelteleníteni, próbálják így a tüntetést, meg ugye, hogy az előbb is hallottuk, így próbálják ráhozni, hogy akkor itt a pártok itt hergelik itt az embereket. Én amúgy igen, voltam a Párbeszéd Magyarországért pártnak a tagjam, azóta már kiléptem, de meg... Igazából ezek ilyen irreleváns információk szerintem. Tehát nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy több tízezer ember kiment és tüntetett a kormány politikája ellen. És szerintem ez az, amire igazából koncentrálnunk kell. Hát az alaphír valóban ez kell, hogy legyen, hiszen ez történt. Igen. De hogy politikai kommunikáció szempontjából mi történik, az meg megint egy más kérdés. Tehát az alaphírt azt lehet így is és úgy is kommentálni, lehet valamelyik irányba aztán elindítani, vagy tovább lendíteni. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi történt ott vasárnap a Lendvai utcai Fidesz székháznál. Ön mit látott? Mi történt? Önnek például mi szerepe volt ott, azon túl, hogy felmászott egy erkélyre? Miért mászott fel? Én mire odaértem, már elkezdték dobálni ezeket a számítógépes alkatrészeket, természetesen így megváltozott azért a tömegnek a hangulat, ott a Lendvai utca azért elég kicsi, tehát hogy ott azért úgy eléggé felerősödött a hangulat. Én jobban örültem volna, és azért is így próbáltam az embereket inkább arra instruálni, hogy ne dobáljanak, inkább csak így tegyék le oda. Az erkélyre akkor másztam fel, amikor ott volt egy hangos beszélős, vagy ketten voltak fenn, hogy hát, hogy mondja be, hogy esetleg hogy skandáljanak, de hogy itt tegyék le. Tehát, hogy próbáltam javaslatokat tenni a másik erkélyre, és azért néztem fel, hogy miket lehet itt látni, hogy a tömeget esetleg hogyan lehet valamilyen szempontból koordinálni, de hát már így esélytelen volt olyan szempontból. Tehát ön inkább csitítani akarta a tömeget? Hát nekem ez lett volna a célom, mert pont azért, mert tudtam, hogy fel fogják ezt használni, hogyha bármilyen fajta ilyen rongálás történt, mert ugye már korábban is ugye ez történt, amikor
az előző ilyen Fidesz székhez foglalásnál ott a DAIG dolgozó betört az egyik ablakot, hát ugye azt is, hogy elkezdtünk ránk húzni, és akkor azzal próbáltak minket hitelteleníteni, hogy milyen vandálok vagyunk. Törtek, zúztak. Hát most is, igen. Most Kocsis Máté mondott egy nagyon-nagyon magas számot, egy 10 millió forintos kár összeget. Én bevallom őszintén, hogy sose számoltam meg a Fidesz székháznak az ablakait, de ezek szerint nagyon sok ablaka van. Kocsis Máté szerint valami 40, illetve csak annyi tört be. Ez az, amit így ezzel a kárbeesléssel csináltak, ez is szinte botrányos. Hát én ültem ott az iratbemutatásnál, mutatták a szakértő kárbeeslését. És mit látott? Több százezer forintról volt maximum, és szóval szerintem 150 ezer forint volt az a két abla, abban nincsen benne a kerítés, arra most is számoljunk valamennyit, de hogy az biztos, hogy nem 10 millió. Majd miután mi ezt lefényképeztük, elküldtük a médiának, ők azt mondták, hogy tehát az a rendőrségtől jött egy ilyen szakértői jelentés, ezt mi onnan hoztuk el, és azt mondták, hogy ez egy ilyen álszakértői jelentés. Hát komolyan mondom, így a pofám leszakad már. Ezt ön fényképezte le ezt a szakértő? Az ügyvéd. És ez kiadható a rendőrségi szakértői vélemény? Le is van jegyzőkönyvezve, hogy mi a fényképet készítettünk róla. És az is lett elküldve, természetesen a szakértőnek az adatai ki lettek satírozva. Hát hogyha az ablak és a redőny rongálás az olyan 150 ezer forintos kárt jelent, akkor miből van a kerítés? Mert ott még van egy... Hát ugye tavaly még ráadásul életveszélyes és nyilvánították. Ott van egy 9 milliónál magasabb összegű kerítés ezek szerint. Nem, csak föl akarták tornázni ezt a számot, hogy még nagyobbnak tűnjön ez a vandálkodás, de hát ezeken... Ha kolbászból, akkor lehet, hogy drága, azt nem tudom, de nem úgy nézett szerintem ki. Szerintem ilyen rezsicsökkentéses papírokból van biztos. Az se olyan drága papír. Hát ha eszmei értéket nézzük, akkor lehet, hogy eléri. Mi az, hogy a gyorsított eljárást azért nem tudták végül megtartani, mert hogy a vád nem volt előkészítve? Erről kevés volt a bizonyítékuk. Tehát, hogy mondjam, itt azért nem 6 ember követhetett el ott valamit, azért ott sokkal több száz ember volt. Tehát ugye 6 embert így randomra kiválasztotta. Ugye bizonyítékokról, főleg ugye az enyémről tudok így a legtöbb, de a többiekről sincsen. Így pontos, hogy... Ön esetében mi volt a bizonyíték? Volt egy hang nélküli videó felvétel, amivel azt akarták bizonyítani, hogy én szónokoltam, ami teljesen alkalmatlan rá. Hát azt azért látszik, hogy mozog a szája, de a tehát tartalmat is, tehát fontos lett volna. Még a szám sem mozgott igazából, mert tényleg amúgy csöndben voltam, de hogy így alkalmatlan volt még ez a videó felvétel. És nincsen videó felvétel arról, hogy én dobároztam volna, nincsen rendőrségi jelentés arról, hogy egy hasonló ruházatú, mint én dobálózott volna. Tehát, hogy ellenem annyira. Ráadásul ma még kaptunk egy olyan rendőrségi jelentést, hogy én már korábban egyeztettem az egyik rendőrparancsnokkal, aki kim volt, hogy ebből valószínűleg úgymond baj lesz, mert hogy mi nagyon dühös a tömeg. És hogy esetleg... Volt ilyen? Volt ilyen, igen. Tehát, hogy oda ment egy rendőrparancsnokhoz? Persze, hogy én jó kapcsolatot ápolok a rendőrökkel, meg aki általában kimenek, hát 1000-1 milliószor tüntettem már, szóval azért ismerik egymást. Ugye ez is benne van a bizonyítékok között, ami természetesen megint az én igazamat támasztja alá. Úgyhogy valószínűleg amúgy azért is engedtek el, ez sem szerintem véletlen, hogy pont engem engedtek el egyedül előre, mert hogy már elkezdték szervezni az ismerőségem, mely átjönnek a Gyorskocsi utcába is sokkal többen, hogy akkor így kiszabadítanak. Hát az nem biztos, hogy egy jó és szerencsés döntés vagy lépés hát lett volna. Nem akarták kerülni, hogy oda menjenek. Azt se tudom, hogy az szerencsés lett volna, hogy oda megy a tömeg, de hát ez most már meg nem történt dolgokról, nincs is értelme beszélgetnünk, inkább a megtörténtekről. A hang nélküli videófelvétellel azt kellett volna gyakorlatilag bizonyítani, hogy ön uszította az ott lévő embereket? Pontosan. Azt, hogy hát ez volt így a videófelvétel fölött, ezt írták oda, de hát hogy így megtekintettük a videófelvételt, amire azt is odaadták, tehát hogy így az ügyvéd is leírt, hogy az alkalmatlanok voltak a bizonyítékok bárminek is a bizonyítására. Kik a többiek, akiket bevittek őket, ismeri? Nem tud róluk semmit, mert semmit. Az újság, vagy a újság, tehát a hírekben azt olvashattuk, hogy volt, tehát az őrizetben vett emberek között volt egy, akit viszont csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak miatt már, tehát van egy folyamatban lévő ügye. Sajnos nem ismerem, hogy ezekről nem tudok információt. Ez csak azért, akkor hagyjuk is, hogy kik voltak még bent, akkor ezek szerint nem is találkoztak ott bent. Nem, mert ugye ilyenkor nem szabad minket összetenni. Mert hogy meghírsítjük itt ez a nyomozást. Csak abból a szempontból érdekes, hogy már vasárnap este szóba került az, hogy itt valamiféle
ultrák, vagy futballszurkolók, vagy bármiféle szélsőséges csoportok rá telepettek erre a tüntetésre, és arról is lehetett olvasni, hogy lehet, hogy őket valaki erre direkt megkérte, hogy ezt a tüntetést tegyék tönkre azáltal, hogy aztán onnantól kezdve a vandalizmusról szóljanak a hírek, és ne arról, hogy internetadó és a kormány mit akar bevezetni, hanem arról, hogy hány ablak törött be, és mennyi egy redőny ára. Igen. Ez egyébként hát nagyjából ez majdnem, hogy... Ez a provokációs elmélet. Igen. Hogyha provokáció volt, akkor viszont ott egy helyszíni szemtanúnak fontos a véleménye, hogy ön mit látott. Tehát ők azok az emberek voltak, akikkel mondjuk már találkozott más tüntetésen, ahol ön előfordult, vagy már járt, vagy önnek is úgy tűnt, hogy ők csak oda jöttek, és csak azért azzal a szándékkal, hogy rongáljanak? Ugye tudni kell, hogy vasárnap volt 3 órakor a futball szeretőknek egy tüntetés a Kossuth téren. Egyértelműen, hogy onnan ők átjöttek a József Nádor térre, és utána csatlakoztak a vonuló tömeghez. Szerintem így, mire a Lendvai utcába értünk, ott azért megváltozott már a hangulat, megváltozott a tömegnek úgymond az összetétele is. Természetesen voltak ott maszkos emberek, akár sállal és a többi, tehát hogy én is láttam ilyeneket, de én nem... Tehát, hogy azt állítani, hogy csak ők voltak, és rájuk terelni ezt az egészet, ez nem igaz. Ez nem lehet igaz, sőt, ott van egy több tízezres tömeg, igenis fel voltak háborodva, szóval teljesen mindegy szerintem, hogy most ott valaki megszervezte ezt a provokációt, ezt is el tudom hinni, de én inkább abban hiszek, hogy itt az emberek tényleg dühösek voltak, és feldőltek akár a kormány politikája, és most a netadó miatt, és ezért ezt csinálják. Hát a tegnapi napon nem volt ilyen, nem volt garázások, nem volt rongálás, viszont ugye a szervezők azt mondták, hogy ha a kormány nem vonja vissza a netadó ötletét, akkor lesz még tüntetés, a 17-i, november 17-i héten valamikor. Hogy lehet azt meggátolni, több tüntetésen előfordult ön már, ahogy az imént említette, hogy a dühös tömeg az úgy viselkedjen, ahogy a szervezők kérik. Rendben, békében mondja el a véleményét, nyilvánítsa ki az akaratát, de ne dobáljon, ne rongáljon, ne csináljon balhét. Ez nagyon nehéz dolog. Ez nagyon nehéz, és én így azt mondanám el, hogy ugye a Fidesz is ezzel próbálkozik, hogy megmondja azt, hogy hogyan lehet ellenük tüntetni. A szervezőknek természetesen mindig ugye az érdeke, hogy ez valamilyen békés keretek között maradjon. De azt azért meg kell értenünk, hogy így nem lehet mindenkinek a fejébe belemászni, és megkérni azt, hogy ne legyél dühös, részves, csak egy olyan finoman mondja, hogy jaj, csúnya, Viktor bácsi, legyen szíves, a netadót nem bevezetni. Szóval, hogy ez ilyet nem lehet csinálni. Tehát hogy egy idő után meg kell értenünk azt, hogy az emberek igenis felháborodnak, és igenis, amikor dühösek, olyat tesznek, amit lehet, hogy később megbánnak, vagy kicsit erőszakosabbá fordul, és ez az elkeseredettségnek az egyik formája. Tehát ezt én nem mondom, hogy én támogatom őket, de megértem őket. Ez most kormányellenes tüntetés? Hogy ne lenne kormányellenes? Hát ez a kormány próbálja bevezetni a netadót, és azt mondják, hogy itt a Viki bácsi volt itt az atyának az egésznek. Hogy mondjam... Ezt most azért kérdeztem, nyilván én is tudom, hogy tehát a kormány persze, akarja bevezetni, csak hogy... Ez már többről szól, mint a kormány egy intézkedése elleni tiltakozás, ez már az sosem... kormány politikája, maga a kormány tevékenysége elmúlt 1 éve, 4 éve, 5 éve, akárhány éve ellen szól? Sosem lehet szerintem egy ilyen tüntetésnek egy ilyen tematikát, főleg egy több tízezeres tömegnél leszökíteni, hogy akkor most csak a netadó, vagy csak amit a Selmeci Gabriella mondott. Tehát ilyenkor ugye átfordul egy ilyen általános elégedetlenségbe, és akkor itt följönnek akár a korrupciós botrány, ugye, amik ilyen úgymond frissek. Hát ez elég friss, és hogyha... Hát ez is egy ilyen elterelési szándék volt valószínűleg a netadó mostani bevezetése, mint az idő. Gondolja? Én igen, ezt feltételezem. Lehet, hogy kérdésebb is, hogy mindenképp be akarták vezetni ezt a netadót, de az, hogy pont most jelentették be, amikor kirobbant a korrupciós botrány, ez biztos, hogy nem véletlen. Hát nem gondolom, hogy önnek kéne, vagy nekem kommunikációs tanácsot adni a Fidesznek, de hogy jó ötlet mondjuk az... bármiféle adó nemmel előhozakodni akkor, amikor pont az adóhivatal is szerepel a hírekben a kilétási botrány kapcsán. Ezek már egy kicsit azt hiszem, ez ilyen komplex. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy már egy korrupciós botrány, és bevezetünk egy új adónemet, amivel az emberek zsebében turkálunk, akkor inkább az utóbbira fognak figyelni. Mm. Tehát, hogy szerintem azt nem lehet elvitatni a Fidesztől, hogy professzionális a kommunikációjuk. Tehát, hogy az elmúlt 4 évben is lehetett látni, vagy az, hogy Orbán Viktor egy nagyon tehetséges politikus, nem hiába van már 25 éve a politikában és a parlamentben is. Tehát, hogy ezt nem lehet elvitatni tőlük, ugye ez is egy, sajnálom sajnos ezt, hogy nehéz ellenük felvenni a versenyt.
Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.